Que pasa? Hello. Tudsz nekem mutatni valamit? Megnézném. Láthatnék én is valamit? Gondolom, ez megfelel. Ezek a kedvenc fotóim az államfőkről. Jól van, amigo. Lássuk a szajrét. Rendben. Íme az irodám. Hát akkor elő vele. Golyószórók, revolverek, 45-ösök és 9 milliméteresek. Folytassam? És tud valaki róla? Hülyének nézel? Szerencsére minden a terv szerint halad. Ne avatkozzatok vele, amíg nincsen változás. Fiúk. Haver, húzz a francba. De nem tudnátok is segíteni. Azért meg kell dolgozni, oké? Okay? Csak egy pár cent kéne, igaz? Csak egy kis apró. Ki segíthetlek, ha akarod? Világosan beszéltem? Ne mozduljatok. Jeff Winkott, Lesznek Tibor. Cynthia Rautrak, Csere Ági. Küzdelem törvénye 2. További magyar hangok. Csankó Zoltán, Vándor Éva, Szabó Sipos Barnabás, Cvetkó Sándor, Kerekes József, Vitai András, Orosz István, Dudás Eszter, Bertalan Ági, Kardos Gábor, Szűcs Sándor, Háda János, Hankó Attila, Bor Zoltán, Cserna Antal, ifjabb Jászai László, Perlaki István. Fényképezte Peter Fernberger. Magyar szöveg Barkó Judit, hangmérnök Schiffert László, gyártásvezető Solymosi Péter, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkron a Channel One BT videó stúdiójában készült. Produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Forgalmazza a Videó 2000 Kft. Zene Elliot Salamat. Pierre David ötletéből a forgatókönyvet írta Richard Brandes és Gilles Fitzgerald. Rendezte Kurt Anderson. Szép munka volt, Sean. Gratulálok.
Kösz. És főleg gyors. Egy napra elég. Jól érzem, hogy fontos mondani valód van? Jól érzed. Nyomozó lettél. És átirányítottak az északnyugatiakhoz. Mikor indulunk? Csak egyedül mész. Azt akarják, hogy te kezd el a programot. És Billyre itt még nagy szükség van. Sok szerencsét. Hiányozni fogsz nekünk. Köszönöm. Egy sört? Már is adom. Pillanat. Itt a söröd. Csak vigyázzatok, nehogy megártson. Egészségére Thompson nyomozó. Köszönöm, fiú. Kösz. Na, bánatos vagy? Hát végül is van miért. Gratulálok, Sam. Kösz. Elválnak útjaink. Hát így igaz. De neked is megnőtt az esélyed, hogy nyomozó legyél. Hm? Persze. Majd meglátom, mire megyek egyedül. Kit keres? Krantz századost. Ott van. Kösz. Százados, Thompson nyomozó vagyok. Főnök, itt vannak a papírok. Ja. Köszönöm. Maga az új ember? Már sokat hallottam magáról. Sok jó. Örülök. Érezze magát otthon. Majd Borelli eligazítja. Danny! Hey, hogy vagy öreg? Úgy tűnik, hogy ismerik egymást. Együtt jártok az akadémiára. Na, minden jót. Viszlát. Isten hozott, te nyomozó. Te jól nézel ki. Kösz, csak meló van, semmi piálás. Na, ez helyes. Veszek egy-két karateleckét tőled, és kinyírok egy-két seggfejet. Azért egynél többet vegyél, jó? Jó. Majd felhívlak a cellában, bébi. Na és hogy van, Nancy? Köszönöm, nagyon jó. Sokat emlegetett téged, meg azt a lányt, tudod, Pam. Pam, a bögyös? Az az. No, annak vége. Pedig szép idők voltak. Hé, nyilván te vagy itt az új fiú. És Sean Thompson. Frank Dubs törzsönmester. Örülök a szerencsének. Szintén. Hello, Borelli. Frank, mi újság? Nem sok, Dennikém. Nem sok. Viszlát. Miben jót? Jó fejnek látszik. Hogyne. A nyilvántartó. Mi a baj? Á, semmi. Semmi komoly. Mit szólátok egy vacsorához ma este, he? Ünnepelhetnék. Ma este ne. Ne rohanj, értem jó. Azért, mert van egy kis dolgom, ugye érted? De elboldogulsz egyedül is. Igen, persze. Remek. Akkor szia. Hé, hey, mi van? Semmi. Majd holnap este elmondom, rendben? Rendben, nincs semmi gond. Jó, hogy itt vagy, Sean. Én is nagyon örülök. Az jó. Egy szóval holnap találkozunk. Igen. Akkor megbeszéltük. Hello. Spencer Hamilton, bár még csak 24 éves, komoly sikereket könyvelhet el magának. Nevéhez fűződik az üzleti kiválóságok számára létrehozott Hamilton alapítvány megteremtése. Ha élesbe megy, már halott vagy. Hamilton úr, minek köszönheti a sikereit? Nos, Krisztina, a kitartásnak, a szerencsének. És egy ilyen remek példaképnek, mint az apám. Magadnak köszönheted, fiam. A mai elidegenedett világban, ahol a szülők és gyerekek viszonya is elhidegül, jó példaként állhat előttünk a Hamilton család. Christine Richardsot látták a 10-es csatornáról. Minden készen áll a mai estére.
Minden készen áll? Igen, minden rendben. Kifelé. Fel a kezekkel. Kifelé. Gyerünk. Gyorsan. Hé, hey, Dobbs! Ez volt nála. Nagy hiba volt, Danny fiú. Ki van még ebben benne, Frank? Soha nem jössz rá. Nehogy azt hitt, hogy ezt megúszhatod szárazon. Ebben nem vagyok biztos. Azt hiszem, olyanba ütötted az orrod, amihez nincs között, haver. Nagy kár érted. Te ne. Nyomás. Így állunk, Frank, mi? Oda dobsz ezeknek. Elárulsz, Frank. Jó, hogy megbízunk egymásban, mi? Jó, rendben. Kösz. Nézd ezt a faszt. Azt hiszed, megijedek tőle. Lágybüdös losza! Hogy történhetett ez, Dubs? Na mindegy. Ez volt az utolsó eset. Drew, intézd el ügyesen. A harcművészet legfontosabb része a következő. Mindig egyel előbbre kell gondolkodnunk, hogy az ellenfelet legyőzhessük. Fegyver nélkül. Kizárólag gyorsasággal. Most kérek egy önként jelentkezőt. Köszönöm. Amint láthatjátok, az egyensúlyra nagyon kell ügyelni. Kérdeztél valamit? Nekem ez olyan, mint a pizsamában táncolnék. Röhelyes, úgy értem, hogy nem tudom megkülönböztetni a mozdulatokat. A következő mozdulatok a közeli támadás elárítására való. Oké, mit lépsz? Bam, meghaltál. Mondd meg neki, hogy jövök, mindjárt jövök. Oké, gyerek, mindig mondd meg, hogy jövök, mindent megteszek, amit csak akar. Thank you.
Mit is mondtál, hogy hívnak? Bobnak. Szereted ezt csinálni? Vagy nem? Néha igen, néha nem. De úgyis a bevétel a fontos. El tudom képzelni. Mit tudsz elképzelni? Hát, ahogy így elnézlek téged, nem mehet rosszul a bolt. Nem is panaszkodtam. Hello, Spencer. Hello, Spencer. Kösz a kölcsön. Most be tudom fejezni a súlyt. Nagyon örülök. Vedd úgy, hogy ajánlék. Ezt nem fogadhatom el. Végül is megtehetsz értem egy kis szívességet. Arra gondoltam, kicsit hízeleghetsz a vendégeknek. Szelveszte. Félreértesz. Én nem arra használom a lányokat. Arra van szükségem, hogy csak beszélgessenek. Hozzák vigyék a híreket, elmondják, ha van valami érdekes. Gondolom, ez nem olyan megkellene. Oké, nem rossz ajánlat. Úgyis sok egy kicsit a tanulásból. Mikor kezdjem? Akár most rögtön. Oké. Frank, örülök, hogy látlak. Legyen szíves, írja az én számlámra. Engedd meg, hogy bemutassak neked valakit, aki szeretné megismerni a világ egyik legjobb üzletemberét. Hello. Hello. Ő is ott lesz a partén vasárnap. Ugye, te is eljössz? Hát nem mondok nemet. Most mennem kell. Még $1,000,000 sem. Tiffany. Ki a fene maga? Spencer Hamilton, a tulaj. Azt hiszem, egy kicsit túl sokat ittál. George, hívjon egy taxit. Ön a vendégünk volt már. Lekötelez. Köszönöm. Ki ez az új lány? Celeste. Biztos valakinek ez is tetszik. Nem akarom tovább húzni az időt. Sokkal fontosabb emberek is vannak itt, mint ez az alak. Oké, hagyd békén. Figyelj, így nem lehet nyugodtan dolgozni. Vékony a jég alattad. Azon is meg kell tanulni járni. Lázad a kicsike? Az áldozat valószínűleg David Borelli nyomozó. Szakértőink megkezdték a körülmények kivizsgálását. Mit keresi Thompson? Hallottam a rádiót. Hogy történt? Úgy tűnik, Danny elnézte a kanyart. Mi? Bepiált. Nekem azt mondta, abba hagyta. Na igen. Danny sok mindent mondott. De a bizonyíték a kocsiban van. Nos? Síralmas látvány. Lezuhant az útról. Bárkivel megesett. Vele is. De vajon miért? Nem tudom. Volt baj elég. És az őrmesteri vizsgán is megbukott. Majd kiderül. Nézd, egyelőre semmi biztosat nem tudunk. Ez valahogy nem stimmel. Majd bent találkozunk. Nagy kár érte. Borelli jó nyomozó volt. Főnök, kezdődik az eligazítás. Jó, rögtön megyünk. Csak hát gyenge volt. És a gyengesége végzett vele. Azt mondta, már nem iszik, és én tudom, hogy így volt. Itt valami nem oké. Megértem az érzéseit.
Sajnos gyakran elveszítjük a barátainkat, de ez a munkánkkal jár. Én azt gondolom, főnök. A jelentés elég világos. Megvárjuk, amíg a halott kém is pontot tesz az ügy végére, de addig is kérem, hogy felejts el az egészet. Felejtsem el, de hát... Gondolom, világosan beszéltem. Elmehet nyomozó. Elkértetek, fiúk. Összeszedhetitek a szemetet. Na, hello. Mit parancsol? Egy sör kérek. Máros. Köszönöm. Tetszik a hely? Igen, egy haverom ajánlott. De ő sokat jár ide. Talán ismeri. Danny Borelli. Nem, nem ismerős. Keres valakit? Tessék? Úgy hallottam, hogy keres valakit. Ez egy zárt körű klub. Nekünk fontos a vendég nyugalma. Helyes, ez nagyon figyelemre. Megbocsánat. Szóval olyan 180 magas barna hajó. Úgy látszik, nem értett meg. Mi nem adunk információt. Ugye megengedi, hogy befejezzem? Itt az ideje, hogy távozzon. Még nem ittam meg a sört. Dehogy nem. Tedd le a kezed. Na, elég ebből. Így igaz. Ah!
Gyerünk! Falhoz! Kezeket tarkóra, lábad szét és semmi trükk! Hagyd békén! Tessék! Ő is zsaru. Hogy kerülsz te ide? A munkámat végzem. Mit csinálsz te itt, Thompson? Mi újság? Mi újság? Dolgozol? Igen, az utolsó jelentés. És jöhet a szabadság. Na gyere, meghívlak egy sörre. Mehetünk. Fel sem tudom fogni, hogy meghalt. Én sem. Ekkora szégyent. Láttam az autóját, és valami nem stimmel. Ezt hogy érted? Úgy látszott, mintha bepiált volna. De Danny mondta nekem, hogy abba hagyta az ilást. Meg ez a dabszőrmester is mindenhol ott van. A szeme sem áll jól. Szóval nem hagyod annyiban. Tartozom neki ennyivel, nem gondolod? Tehát mi a dolgom? Pá, ne viccelj. Ki vele? Jó, mutatok valamit. Ezt találtam a kocsijában. Syntax Club. Már megnézted? Hát, elég jól védik. Átkozott egy barom maga, Thompson, ugye? Tudja miért? Hát még nem fejeztem be! Nekiáll nekem verekedni egy nightclubban! Igazán jó fényt vett ránk, gratulálok! Én csak egy nyomot követtem Borellival kapcsolatban. Igen. Borelli tök részeg volt. Itt áll a jelentésben, feketén, fehéren. Befejeztük. Nincs ügy. És ha itt akar maradni, mélyen ajánlom, csak olyan ügybe üsse bele az orrát, amivel megbízom. Ha egyáltalán megbízom! Hello! Hello! Nem szívesen mondok nemet egy hölgynek, de zárva vagyunk. Nincs semmi baj. Én állást keresek. Maguk talán mixernőt? Az attól függ. Na, mitől? Hogy mit tud? Próbálja ki. Mai tai? Fehér rum, narancsjúz, ananászlé, grenadin és egy kis portorikó rum. Jó. Long Island. Rövid. Az hosszú. Vodka, rum, gin, tequila, kóla, porcukor, végül tripluszek. Házi sárkány. Házi sárkány. Oh, halljuk. Kakaólikőr, kis menta, vodka, tűzforrón, mint a pokolban. Remek, nagyon jó. Szórakozol, George? Mr. Tanner, a hölgy éppen állást keres, épp vizsgáztattam. Már nem bírod egyedül, George? Hát azért el kellene egy kis segítség hétvégenként, amúgy is nagyon nő a forgalom. Hogy hívják? Kathy Swain. Hol dolgozott korábban? Itt-ott, főleg a külvárosban. Mégis név szerint? Hát nem ilyen elegánsak, de ha kell ajánló levél, akkor... Nem, nem szükséges. Végül is ma éjszakára beállhat próbaidőre. A többit majd megbeszéljük, jó? Oké. Okay. George, mutass meg mindent a hölgynek. Nehogy valami gond legyen. Ne
Nem baleset volt, Nancy. Nincs semmi ötleted? Valami, amin elindulhatunk. Hát... furcsán viselkedett mostanában. Egyszer két hete nagyon szomorú volt. Kérdeztem, mi baj, azt mondta, akadályozzák a munkáját. Próbáltam faggatni, de nem mondott mást. Mi lehetett? Fogalmam sincs róla. Nem vettem komolyan. Sean, meg kell tudnod, hogy mi történt. Jó reggel, Thompson vagyok. Dickens, miben segíthetek? Kéne egy-két adat. Michael Stephanie, június 4. Itt semmi. Megnézem hátul. Semmi. Hm? Biztos? Igen. Á, neve nem lehet? Nem tudok róla. Esetleg máshol? Nem, ez a központ. Ha itt nincs, sehol nincs. Rendben, kösz. Na, csak hogy megjöttél. Igen, megállított a rendőr. Fölvettek a klubba. Oh, bravo! Voltam Nancy-nél. Hogy viseli? Ha? Ahogy lehet. Szegény. Valami furcsa dolog folyik itt. Mi? Nancy mondta, hogy Dennynek valaki folyton belenyújt a dolgaiba. Megnéztem az aktáit. Letartóztatott egy lányt a klubból. És most figyelj, a lány szabad lábon van. És semmi nyoma a nyilvántartásban. Jó lenne, ha utána néznénk, Billy. Hogy hívják a lányt? Tiffany. Tiffany Michaels. Megpróbálom. Oké. Okay. Ó, Billy, figyelj, ha a Kranz rájön, hogy mind dolgozunk, nyugdíjas korunkig állhatunk egy keres szeződés. Figyelj, néha olyan vagy, mint egy beszari óvodás. Hát néha úgy is érzem magam. Szia, kisöcsi! Köszönöm, kitűnően. Örülök, hogy tetszik a parti. Jut eszembe, szerveztem egy kis programot későbbre, gondolom élvezni. És pedig? Meglepetés. A különleges vendégeim részére. De fiúk, én megszomjaztam. Pesgőt. Szárazat. Látom, nagyon jól érzed magad. Új vagy itt, igaz? Aha. Hogy hívlak? Kathy Swain. Tiffany Michaels. Isten hozott nálunk. Szóval táncos vagy? Nem. Nem vagyok táncos, én. Én Spencernek dolgozom. Értem. Az emberek is azt hiszik, amit te. De én csak beszélgetek a vendégekkel, és leadom a drótot Spencernek. Szimpatikusnak látszik. Spencer? Az, amíg mindent megteszel neki.
Jézus! Ketté vagy, ugye? Többet ne adj neki ma este. Beszélgessünk. Jó van, ne rángass már. Gyere, fáj! Nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Gondolom azt, hogy feküdjek is levele, nem igaz? És ha lehet, szeressen is belén. Belefáradtam. Belefáradtál? Azt hiszem, én is kezdelek megunni. Na, ide figyelj, azt csináld, amit mondok. Világos? Nem hallom. Igen, uram. Spencer, minden készen áll. Jól vigyázz, Tiffany. Már vége a partinak? Visszajönnek. Hová mennek? Van itt egy-két dolog, amire nincs válasz. Remélem, Tiffanyval nem történt semmi baj. Semmi baj nem éri, amíg tartja a szája. Ez neked is szól. Mit adhatok? Kíváncsivá tettél, Spencer. Így is terveztem. Figyeld a kék nadrágost. Jó stílusa van. Nem rossz. Szívesen venném, ha beszállnál az üzletbe, Frank. Tényleg? Nehéz munka? Igen, de te majd segítesz nekem. Már is van egy jó ötletem. Ki vele? Valaki megsúgta, hogy szereted a szerencsejátékot. Akárcsak én. Egy emberem kiáll a tiéddel. Ha az enyém győz, fizetsz nekem 10 milliót. 10 milliót? Szép kis összeg. Ha a tiéd nyer, viheted a klubot. Gondolom, a kéket választod. Tenert. És te kettőt. Te tudod, Hamilton. Te tudod. Mindig egy ilyen klubra vágytam. Oh!
Jó, bravo, remek. Bravo. Bravo. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez így. Tízmillió. Egy héten belül. Spencer, van egy kérdésem. Hogy vesszük át a 10 milliót? Bru, légy szíves, kísérd vissza a vendégeket. Tanner, látod, én megbízom benned. Ezért te is bízd meg bennem. Tiffany, mondanál nekem még valamit erről a Rickről? Te vagy Rick? Igen. Tiffany látni akar. Igen, tudom. Te ki vagy? A sofőr. Menjünk. Hé, mi ez az egész? Csak szállj be. Ah. Mi a franc történik itt? Mesélj nekünk valamit, Rick. Igen, és mit? Azt hallottam, hogy valami akcióra készülsz. Nem, ez nem így van. Érted? Más mondani valóm nincs. Rick, én nem akarlak bántani. Tiffany barátai az én barátaim is. Gőzöm sincs róla, miről beszélsz itt. Meg fogod bánni, Rick. Mit akartok tőlem? Válaszolj a kérdésemre, és szabadon elmehetsz. Ha beszélek, megölnek! Beszélsz. Ez az utolsó esélyed. Nem. Nem. Most a másikat. Nem, nem. Nagy üzlet, nagy üzlet. 3 nap múlva. 12 millió dollár buli. Hol, Rick? Déli körzet, déli körzet. Most már engedd el. És mi van, ha beszél? Hallottad, megölöm. Ez egy nagy buli, Spencer. Egy egész hadsereg lesz ott. Nekünk is megvan a magunk. George, nem látta Spencert? Nem. Jó, úgyis olyan fáradt vagyok. Mi van veled? Rég nem láttalak. Figyelj csak, mondok valamit. Neked nem itt van a helyed. Nagyon örülök, hogy újra láthatlak téged. De itt az ideje, hogy húzz innen a francba. Ugyan már. Menjünk el innen. Nem érdekes.
Nem foglak bántani. Hé, hey, hagyja békén. Ha inni akarok, szólok. Hagyja békén. Helyes. Gyere, menjünk ki. Nem megyek sehová. Engedj el. Hagyjál. És most. Kérjen bocsánat a hölgytől. Bocsánat. Bocsánat. Semmi gond. Micsoda seggfej. Na, menjünk innen. Szia, George. Köszönöm. Szóval mióta dolgozol neki? Spencernek? Uh-huh. Hát körülbelül 3 éve. És nem túl fárasztó ez a munka? Ha csak az nem, hogy Spencer mindenbe beleszól. Ezt mire érted? Hát a pasasokra. De most van valami, amivel én diktálhatok neki. Egy fickó teljesen meg van őrülve érte. Gondolom, hogy nem az egyetlen. De ennek a Palinak nagy hatalma van. És a Spencer nem figyel oda, megüti a bokáját. Mondd csak, te is szereted őt? Hogy szeretem? Ő szerelmes. Én is kedvelem. Figyelj, Tiffany. Ha untatlak, csak szólj nyugodtan. A szüleid a városban élnek. Nem. Meghaltak, mikor még gyerek voltam. Oh, sajnálom. Most egyedül élek. És jól megvagyok. Mióta vagy még szernő? Apámnak volt egy bárja. Kis családi vállalkozás volt, úgyhogy már 6 évesen koktélokat kevertem. Hová valósul? Pennsylvániában. Tényleg? Igen. És hogy kerültél a Spencer klubba? Nos, de ragadós pofa ez. Kell még valami? Uh-huh. Jézus. Menj arrébb egy kicsit. Szaglászott nálunk egy embered, egy bizonyos Sean Thompson. Dabbs, már rajta van a pali. Jó. Tiffany, üdvözöl. És mikor láthatom őt újra? Hamarosan. Mondanék egy-két érdekes dolgot. Kábítószer üzlet. Napja, ideje, helye. Vajon miért mondod el ezt nekem? Na, drága zsarukám. Gondolj a címlapokra. Óriási fogás. Miért jó ez neked? Neked nagy dicsőség, neked nagy pénz. Őrültség. A válasz nem. Igazán jó sorsod volt eddig. Hiányzik a nyambat rendőri fizetés, meg a ronda feleséged. Elég ebből, Spencer. Ne feszíts túl a húrt, az Isten verje meg. Kiszállok. Nem érdekel, mit találsz ki Tiffanyról meg rólam. Nem teszek keresztbe, de kiszállok. Akkor szállsz ki, amikor én mondom. Még nyakig benne vagy. És benne is maradsz. Érted, zsarukám? Ha nem teszed, elvágják a torkodat. Igen. Nos, hogy van a kedvenc barátnőm? Ha láttad volna Katie tegnap, hát nem volt semmi. Igen, Bru elmesélte.
Van is egy ajánlatom. Már... Nagy szükség lenne a tudásod. Mit szólsz hozzá? Már van állásom. Ah, persze, tudom, de ez elég unalmas lehet a te képességeiddel. Én nem unom. Vagy van jobb ajánlat? Lesz itt egy fontos parti. Szeretném, ha mint Tanner és Brew, te is beszállnál a rend fenntartásába. Mint kidobó ember? Igen, valami olyasmi. Aki gyorsan tud cselekedni, amikor kell. Persze jó pénzért. Hát, nem hangzik rosszul. Oké. Tessék, itt Thomson. Érdekli még a Borelli ügy? Ki maga? Barát. Jöjjön McNulty-hoz. Mégis miről van szó? Majd személyesen. Keresse Lenit. Figyeljen, legalább még csak annyit... Nagyon szép. Hát ezt ne. Na, menjünk tovább. Ez a kedvenc üzletem. Hát nem gyönyörű? Szép. Hogy állna? Isten ilyen. Megveszem neked. Ne hülyeskedj, $300. Nyugi, ezt is Spencer fizeti. Oké. Mi? Ezt elpróbálom. Spencer nagy lelkű. Még nem látta a számlát. Azon rajta lesz majd, hogy milyen nagyon sokat érek neki. Tessék, hölgyek. Köszönöm. Köszönjük. Szívesen. Viszlát. Billy, itt Sean. Mi újság? Valaki ma meg akart veretni. És jól vagy? Persze, jól. Biztos? Igen. Ötlet? Van rá tippem, hogy ki volt, de nem biztos. Ki? Dubs. Dubs? És most? Kiderítem. Billy, óvatos légy. Jó, te is. Szia.
azt, hogy te fantasztikus vagy. Bárcsak én is vehetnék neked ilyen dolgokat. Ruhát, ékszert, autót és persze egy lakást. Nem ez a legfontosabb az életben. Pénz? A Spencer is tudotti. Hát Spencer, élete legjobb cselekedete az volt, hogy bemutatott minket egymásnak. Gondoltál már arra, hogy elszökjél? Egy ismeretlen helyre, ahol mindent újra kezdhetnél. Ez itt éppen egy ilyen hely. Hozok valamit inni neked. Kész van. Mire való ez az egész cirkusz? Az érzelmek, Tiffany, az érzelmek. Sosem vezetnek sikerhez. Befejeztem. Unom a piszkos játékaitokat. Elegem a Spencer, engedj el. Azt hiszed, ebből csak úgy ki lehet szállni? Megtettem, amire kértél. Most legyen vége. Tudod mit? Igazad van. Legyen vége. Mit csinálsz? Megígérted, hogy nem bántod? Így van. Megígértem. Rohadékok. Megöltétek. Azt hiszem, fölösleges tovább próbálkoznak. Már látom a remek sztorit a lapokban. A rendőrfőnök meggyilkolta a szeretőjét, titkos találkahelyükön. Természetesen Tanner elteszi a bizonyítékokat. És mostantól mindent úgy csinálsz, ahogy mondtam, zsarukám. Úgyhogy szépen elkapod a drogosokat és átadod a pénzt. Ezzel péntekre minden együtt áll. Ah, és Dubs megígérte, hogy elintézi Thompsont. Ne izgulj, a többi az én dolgom. Ó, micsoda rumli. Kicsit takaríts ki, mielőtt elmész. Hán? Itt Spencer. Dubsot eltüntetni. És azt a Thompsont is, mert veszélyes. Igen. Még ma.
Folytassuk az edzést. Jó, miért ne? Nem láttad Tiffanyt? És te? Igen, láttam. Reggel elmenni. Mint azt mondta volna, hogy a szüleihez megy. Értem. Nincs valami dolga, George? Nyitva hagytam az autót. Mindjárt jövök. Oké. Hidd már el, nincs itt. Már mindent fölforgattam. Várj csak. Thompson nyomozó. Valami nincs rendben Tiffanyval. Nincs sok időm. Ellenőrizd. Igen. Rögtön megyek. Oké. Találkozunk. Igen. Nézd csak, ki van itt. Segíthetek valamiben, uram. Itt lakik Tiffany Michaels? Nem. Itt nem. Egy pillanat. Körülnéznék. Attól függ. Engedélye van? Mit ér a papír barátok között? Megvan Tiffany? Nincs, csak egy régi ismerős. A szőke csaj a klubból. Tiffany lakásában. Az Bru. Bru? Az ki? Spencer egyik testőre. Ezek nagy dologra készülnek. Ma éjjel. Ja, előbb a papírja tűnik el. Azután ő maga is. Hogy jön az ide? Napsz a kulcs. Figyelj, légy résen. Tartsd a szemet Spenceren. Én megyek Dubs után. Futár most hozta ezt a levelet. Két napon belül 10 millió dollár, F. Jones. Egyszer s mindenkorra tüntesd el Thompsont. Igen, figyelj, Kranz. Dubsnak is van még egy kis feladata. Jó. Igen. Azonnal. Igen.
Azt majd mi elintézzük. Jó munkát. Viszlát, Zsarukám. Két csoport lesz. Dubs, a maga emberei mennek előre, és Johnnyék maradnak hátul. Ez egy komoly akció, úgyhogy mindenkitől maximális figyelmet kérek, teljes odaadást és fokozott elővigyázatosságot. Szeretném, ha mindenki egészben visszatérne. Sean, azt szeretném, ha Frank mellett lenne az akció alatt. Értem. Csak mi ketten. Üzetés. Köszönöm. Figyeljetek rám! Ma este a klubot zárva tartjuk egy különleges tranzakció miatt. De mindenki legyen itt. Kellek én is? Igen, te is. Pontban 9-kor indulunk. Hey, Chico, kész vagy már vele? 9 millió megvan. Most jön az utolsó. Valami gond van. Gyerünk, siessetek már. Mi lesz? Oké, folytassuk tovább. Figyelem, mindenki jelentkezzen, ha készen áll. Itt vagyunk. Kezdjük. Vagy Rick? Igen. Ezt Spencer küldi. Mi volt az ott kint? Az egyik rám támadt. Önvédelem. Fogjátok a pénzt, és menjetek vissza a központba. Csak egy kis üzlet. Ne aggódj, simán megy. Milyen üzlet? Jön egy teherautó néhány dobozzal. Te segítesz átrakodni egy autóra. Elég fennyit. Oké. Már úton van. Rendben. Telefonálhatsz Jonesnak.
Hé, Dubs! Kérdezhetek valamit? Tessék! Mióta vagy benne? Mióta vagyok benne? Ez jó kérdés. De tényleg? Tudni akarom, mióta? Már ősidők óta, Tomzo. Valahogy csak meg kell élni. Mi történt Borellivel? Túl közel került a tűzhöz. Pont mint te. Le foglak csukatni, Dubs. Ha nagy lószart fogsz. Tudod, te mit beszélsz? Le fogod csukatni Kranzot is? Na látod, nem tudsz te semmit, nagy okos. Mi ez? Dobd el. Gondolod, hogy megúszott, Dubs? Biztos. Elkaptak két rendőrt. Az egyiket lelőtték. A tettesek megléptek a pénzzel. Még kitüntetést is kapok. Ha, lőd le. Más parancsot kaptam. Na most legyél nagy lehőd. Rendben, kis haver. Te leszel a sofőr. Gyerünk. Akarsz, beszállhatsz. Spencer igazán nagy lelkű a zsarukkal. Az imént láttam, hogy bánik velük. Fogd meg a pofánt! Megjöttek! Úgy látom, sikerült. Hát úgy tűnik. Thompson nyomozó, ha nem tévedek. Maga nagyon makacs. Mondd meg, hogy dobják el a fegyvereket, különben szétlövöm a fejét. Csak vessék. Van egy javaslatom. Add fel. Úgy is kinyírunk. Do it, do it!
szép az a. Vesztettél, zsaru. 10 millió a tét, és azért a pénz, aki győz.
Thank you.